Ezeket a konténereket szállította el a Győr-Szól szerdán, innen az Ipar utca Munkás utca környékéről. Az illegális hulladék lerakás ugyanis régóta bosszúságot okozott a gyárvárosiaknak, akik most ezekbe az új kukákba helyezhetik majd szemetüket. A gyűjtő edényeket az alábetonozott rácsos tárolók védik majd az illetéktelenektől. Rendkívül sok panasz jött az itt lakók részéről azzal kapcsolatban, hogy az itt nyilvánosan álló konténerekbe nagyon sokan hordják illetéktelenül bele a szemetet a közelebbi és akár a távolabbi környékről is. Ugye ezek a konténerek elvileg csak az itt lakók részére voltak kihelyezve, csak az itt lakók hordhatták volna ide vele a szemetüket, de hát ki tudja azt ellenőrizni, hogy akár az éjszaka leple alatt, akár máskor ki más valaki hozza ide a szemetét. Na most nyilvánvalóan ez azért okozott problémát, mert így gyorsan megteltek a konténerek, és sokszor a konténerek mellé rakták le a szemetet, tehát egy civilizálatlan, áldatlan állapot alakult így ki. A Győr-Szól munkatársai alig fél óra alatt elvégezték a cserével járó munkálatokat, így szerdától már él az új rendszer. Három ketrec került kialakításra, és ez összesen 18 kukát jelent, tehát ketrecenként 6 kuka, úgyhogy ez a körülbelül 10 lépcsőház számára, aminek a részére kialakításra került ez a rendszer, ez elegendő lesz a heti háromszori ürítéssel, a 18 kuka, az bőségesen elegendő az itt lakók által termelt szemétnek az elszállítására. A régi konténerek elszállításával, valamint az új gyűjtőhelyek kialakításával egy időben az érintett társasházakban élők a közös képviselőtől megkapták a tárolóhoz járó kulcsokat, így a problémára sikerült biztos megoldást találni.